Köszöntöm nézőinket! Mozaik című adásunk főszereplője, egy kitüntetett, aki a Hűség napja alkalmából Sopronért emlékéremben részesült. Köszöntöm a stúdióban dr. Tárkányi Sándor, műemléki felügyelőt. Köszöntöm Önt és a nézőket is. És köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és gratulálunk az elismeréshez. És azt hiszem, érdemes lenne a méltatást egy kicsikét felidézni, hogy a nézők is teljesen tudják, hogy mi is az indoklás. Az épített és szellemi örökség megóvása érdekében kifejtett magas színvonalú tevékenysége, valamint a soproni zsidóság történetének kutatása és bemutatása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként érdemelte ki a díjat. No, hát nagyon érdekes, hogy miért pont a soproni zsidóság története? Hát ugye pont az örökségvédelemmel kezdődött a történet. Én úgy kerültem 2010-ben Sopronba, hogy a műemléki állást pályáztam meg, és ugye engem választott akkor az irodavezető, hogy én töltsem be ezt az állást, és ide költöztünk a családommal Sopronba, az Új utcába, és elkezdtem megismerni a soproni műemlékeket. És itt az Új utcában kiderült, hogy a Zsidó utca volt a középkorban, hogy két zsinagóga van, hogy az egyik annyira el van felejtve, hogy igazándiból nem is nagyon tudják még a mellette Kolostor utcában lévő idős hölgy, hogy két zsinagóga van egy utcában. Tehát, hogy így nagyon gyorsan szembesültem azzal, hogy itt milyen komoly érték van, ami a zsidósághoz köthető épített érték, és ugye akkor, és hát ugye ez elkezdett foglalkoztatni, érdekelni, és a mi munkámhoz is ugye kapcsolódik ez a téma, és aztán utána a kérdőjel volt bennem, hogy de mi történt a 19. században visszatelepülőkkel, és mi történt a 20. században ezzel a közösséggel, és hogy kerestem igazándiból a kérdéseimre a válaszokat, hogy mi volt az ő bűnük, vagy mi volt az ő hibájuk, vagy egyáltalán hogy történhetett ez meg Sopronba. És így kezdtem el igazándiból kutatni. A családok után, az emlékeik után, a levéltárban, múzeumban, különböző helyeken. Azért nagyon sok megrendítő emberi sorssal találkozhatott mindeközben. Igen, elég sokkal. És úgy érzem, hogy ez a szinte 21. óra utolsó percében volt, mert azok a túlélők, akikkel én még találkoztam, és mondjuk beszéltem 13-ba, 14-be, azok már mind elköltöztek, meghaltak, tehát nincsenek az élők sorában. Tehát valahogy ez a 70. évfordulóra elkészült kiállítás, ez tényleg egy ilyen utolsó pillanat volt szinte. Nagyon nagy munka lehetett a kiállítás mögött, hiszen ez egy nagyon-nagyon nívós kiállítás, és sokrétű. Igen, hát 4 éves kutatás előzte meg. Én korábban Győrben építész kiállításokat szerveztem több éven át, tehát valami ilyen szinten volt már egy gyakorlatom, hogy kell egy kiállítást összerakni, összegyűjteni. Itt a téma volt teljesen újszerű, hogy most nem épületeket mutatok be, mert korábban kortárs épületekkel foglalkoztam, és azokat mutattam be, hanem személyeket, családokat, ugyanúgy házakat is, mert hogy melyik épületben lakott, mi volt a foglalkozása, tehát gyakorlatilag bővült egy kicsit így a látószög, hogy nem csak épület, hanem igazándiból most a fő szempont a családnak a története, a személyeknek a története volt, és a környezet, ahol laktak, és amivel foglalkoztak. Ugye rengeteg munka volt a kiállítás mögött, a visszajelzések mennyire igazolták be azt, hogy érdemes volt ennyi erőfeszítést tenni a kutatás során? Szóval hogyan fogadták a kiállítást a nézők, a közönség? Hát eddig több mint 40 ezeren látogatták meg a kiállítást, és hát nagyon sok helyről pozitív visszajelzések voltak. Kaptam szakmai elismerést is 2019-ben a Mazsike díját, illetve úgy érzem, hogy a soproni díj is valahol ezt igazolja vissza, hogy érdemes volt ennyit belefektetni, mert a városvezetés is úgy látja, hogy ez egy értékteremtés volt, ha bár maga a téma az nem egy könnyű téma, de sikerült végül is olyan módon bemutatni, ami mégis szép, megértékes eredmény lett. És a témához kapcsolódóan kötetek is születtek, hogyha jól tudom. Igen, az első kötetet a családok történeteit a feleségemmel közösen írtuk, még 2014. decemberében jelent meg, és 2 évvel később pedig főleg a tárgyakról és a zsidó kultúráról született meg a második kötet, amit én jegyeztem már. Mostanában többször is felbukkan a neve egy nagyon izgalmas, érdekes túra kapcsán, ugye a Sikátor túráról van szó.
ami hihetetlen népszerű az emberek körében, és az az érdekes, hogy nem csak a turisták körében, hanem a soproniak körében, mert hogy olyan rejtett értékeket fedezhetnek fel, amelyel eddig még nem voltak tisztában. Nagyon élvezem ezt a túrát, tehát szinte nem szólom, hogy csak magamnak tartom, de én nagyon élvezem, és úgy is indult az egész ki még 2015-ben, hogy a Sopron 17 keretén belül ugye először az első ingyenes túrákat tartottam meg, és akkor láttam, hogy egyrészt tényleg minden ember, aki soproniként ugye itt lakik a városban, rácsodálkozott ezekre a helyszínekre, és akkor kidolgoztam egyfajta tematikát, illetve egy túrát, ami igazándiból 3 óra hosszú, és gyakorlatilag a Skarbancia túl kezdve egészen a középkori, a barokkorig elmondom a közben a Sopron építés történetének, vagy a város történetének a sztóriát, és mellette pedig hát jó néhány sikátort látogatunk meg, amelyek többnyire el vannak zárva a nagy közönség elől. Tehát oda kijuthat be, akkor tulajdonképpen egy ilyen vezetett túrán lehet csak bejutni, és ezeket így van, végigjárni? Így van, nálam vannak a kulcsok, tehát így akkor per pillanat a sikátoroket, és akkor így be lehet jutni oda. És hát igazi középkori hangulatok érintenek meg minket egyébként a túrán, mert ott tényleg hát nem olyanok, mint az utcai homlokzatok, amik ugye megújultak, hanem kicsit elanyagoltak. Meg ez a szűk középkori hangulat, ugye ezekkel a kőfalakkal, ezek mind ezt a hangulatot idézik. Azért valami kis érdekességet áruljunk el a sikátor túráról, valami kis akár történet, vagy valami kis kuriózum, vagy akár olyan helyszín, ami a nézőknek is felkelti a figyelmét. Hát igazán, de most már kategorizáltam, hogy alapvetően 4 fajta sikátor van, amit itt Sopronban meg lehet tekinteni, hogy vannak azok, amiket elépítettek, azok általában 8-9 méter hosszúak. Akkor vannak a jellemzőbbek, amik igazándiból az utcát és az udvart kötik össze, általában ezek 15 méter hosszúak. Akkor van egy olyan sikátorunk, amelyik 2 utcát köt össze, ez az új utca 16 szám melletti épület, ugye ez 30 méter hosszú, és ugye van egy legnagyobb sikátor, amiből most fogunk bemenni egyébként biciklik sisakkal kötelezően, 29-én majd, augusztus 29-én, ott ugye mindenképpen kell valami fejvédő, az pedig 92 méter hosszú. Tehát, hogy különböző méretek vannak, és ez mind úgy alakult, tehát nagyon érdekes a történetük, hogy hogyan alakultak ki, miért ekkorák, és most hogy mire használjuk, és mi volt a korábbi funkciójuk. Mert most is használjuk ezeket valamire egyébként? Hát igen, vannak ilyen, mit tudom én, egyiket kukatárolónak használják, de ugye el vannak szűnyire zárva, hát hogy az eredeti funkciót töltsék be, mert ugye nagyon sokszor ugye itt igazándiból árnyékszék nyílt ezekre a helyekre, és ide végül is csapadék és szennyvíz elvezetése használták ezeket a járatokat, tehát emiatt is el kell zárni őket. Ezek nagyjából ilyen rejtek járatoknak tűnnek. Egyébként ez más városokra is jellemző, vagy ez egy ilyen kuriózum itt Sopronban? Én most kicsit ilyen szemmel voltunk most éppen Kőszegen, és ott is megfigyeltem néhány ilyen, ugye az is egy középkori város egyébként, és ott is megmaradtak ezek a kis házak mellett közötti kis rések, sikátorok. Ott nincsenek igazándiból szerintem ennyire bemutatva, ha bár itt is most folyamatosan azon dolgozunk, hogy ez minél többet meg tudjunk nyitni, ki tudjunk bontani, és be tudjunk mutatni a nagy közönségnek. Tervekből gondolom, ha jövőre nézve nincs hiány. Igen, most fejezem be az idén a várkerület belső oldalának, a kereskedőházainak az építéstörténeti kutatását, ugye levéltárban 10 éve dolgozom ezen a kutatáson, és most már az összes háznak a levéltárban föl lehető tervét ugye megkaptam, megnéztem, lefotóztam, digitalizáltam, és ez alapján fogom igazándiból a házaknak a történetét bemutatni. Ugye ebben lesz természetesen a zsidóság történet is, mert ugye 1944-ben a 159 üzletből, amit ugye nacionalizáltak, elvettek a zsidó tulajdonosoktól, 77 a várkerületen volt, tehát, és házak is ugye 200 házból jó néhány a várkerületen volt, tehát mindenképpen a zsidóság története ebben a témában is ugye benne lesz, de ez egy szélesebb spektrum lesz, és csak egy része lesz a zsidóság történet, mert hát előtte is, meg utána is történtek dolgok. És emberi sorsok azért ezekben is lesznek? Ezekben a történetekben? Igen, mindenképpen szeretek emberi sorsokat is belefűzni, mert szerintem így emberibb a történet, és így fogyaszthatóbb, meg így átélhetőbb az egész. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer gratulálok az elismeréshez, és sok-sok energiát kívánok a nagyon szép kutató munkához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi fért mai Mozaik című adásunkba. Viszontlátásra!